488 esztendővel ezelőtt 1532. augusztus 30-án ért véget Kőszegvárának ostroma. A maroknyi magyar és horvát védő élükön a végső áldozatra is kész Julisics Miklóssal valóságos csodát vitt véghez. 50-nél kevesebb katona és 700 a várba menekült, ott felfegyverzett jobbágy 25 napon keresztül rendületlenül állta a legalább százszoros túlerő elleni harcot. 16-17. század során augusztus 29-e különös nap a magyar török a keresztény muzulmán küzdelmek történetében. 1521 Nándor Fehérvár katonai bevétele, 1526-ban a Mohácsi Vész, 1541-ben Buda furfangos török megszállása, és még 1660-ban is ezen a napon esett el Nagyvárad. A sok veszteség okán akár történelmi gyásznap is lehetne, de itt van 1532. augusztus 29-e, Jurisics Miklós és a kőszegiek győzelme, a végvári harcaink egyik legszebb honvédő példája az utókor részére. A közös magyar-horvát védekezés a jelenkor emberének is példát mutat, emelte ki beszédében német Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes. 1532. augusztusában a kőszegi várnak több mint három hosszú héten át sikerült kitartania a sokszoros török túlerővel szemben. Jurisics Miklós, a horvát származású várkapitány és a várvédők emberfeletti küzdelme, helytállása, Szulajmán szultán Bécs elfoglalásával kapcsolatos terveit is felborította. Jurisics pontosan tisztán látta szerepét és küldetését tudta, hogy csak az a miénk, amit meg tudunk védeni, és tudta, hogy a nagyobb méretű keresztény összefogáshoz időre és erre a győzelemre van szükség. Kőszeg példája megmutatta, hogy összefogással a lehetetlennek, reménytelennek látszó feladatok is sikerrel teljesíthetőek, tette hozzá német Szilárd. A beszédet követően az ünneplők elhelyezték az emlékezés koszorúit Jurisics Miklós szobránál.